És akkor ugye itt vannak a népviseletek. Igen, hát ami ma itt van viselet, az tulajdonképpen az már az én hátamon jött haza. Hát akkor kezdjük a bolíviai résszel. Ugye Bolíviában is több megyében, és megyén belül is több tartományokban jártunk. Amit itt lehet látni, ez Bolíviából van, ugye Potosí megye San Lipez tartományából Calcha nevű településről egy komplet férfi és komplet női viselet. Lehet látni egy iszonyú nehéz viseletről, főként a női viselet, egy iszonyú nehéz viseletről beszélünk, de egy nagyon gyönyörűen kidolgozott és egy nagyon, nagyon régi viselet. Ez a piros, ezt úgy hívják, hogy Manta. Átvetik a hátukon, és akkor ilyen gyönyörű szép tupukkal, ők tupuknak hívták, ilyen melltűvel tűzték össze. Ugye itt azért vagyok nagyon boldog, mert megkaptam hozzá ezeket a melltűket, a tupukat is, és így vált teljessé a viselet. A másik oldalt itt a férfi viselet, itt van egy kicsit könnyített változata is, én csak mindig ilyen házasságkötő vagy anyakönyvezető viseletet, ezt szoktam mondani, hogy keresztbe vett kis szalagról, amit a férfiak viselnek. Érdekes mondom, hogy ők nem fehér ingben, hanem egy nagyon egyszerű módon hímzett fekete hosszú ing van rajtuk. A kalapdíszsel a férfiak ugye fehér kalapon, nőknek narancssárga kalapjuk szokott lenni, illetve egy ilyen nagyon szép míves bőröv van a férfiak derekán, és időnként fölveszik a nem nagy méretű poncsó van. Itt lehet látni egyébként Bolíviának olyan részét, ahol jóval nagyobb méretű poncsót hordanak a férfiak. Nekik ilyen kis poncsójuk van. Őt, ezt a két viseletet egyébként egy ismerős révén sikerült beszereznem, mert mondtam, hogy hát még ezt szeretnék, és akkor hál' Istennek szeretettünk rá tenni. Ennek a keresztbetett dolognak van hasonló jelentése, nem tudom, anyagi helyzet, vagy ilyesmi, mint a matyóknál? Nincs, semmi, csak akkor mi tetszik? Így hordták, hát, hogy így keresztbe akarsz. Én most a minap is éppen néztem egy felvételt, és még mai napig is így hogyják, hogy keresztbe rakják a férfiak. És a bőrövvel keresztbe. Ez felett még itt van így a bőröv, így keresztbe. Fölrakva. Egyébként ez a bőröv volt rajtam, amikor utaztam haza a repülőgépen is, mert elég kényelmetlen. És itt van a Tarabuco férfi-női viselet, ez Chuquisaca megyéből van, Jan Párez tartományából, a Tarabucóknak, és a érdekes a Tarabucóknak, és van még egy nagyon zárt közösségük, úgy hívják, hogy Chumpina közösség. Na, ez a két viselet, ez az övék. Nagyon érdekes a viseletük. A úgymond a legtitokzatosabb szövéstechnika a Tarabuco indiánoké. Mai napig nem tudták megfejteni, hogy hogyan tudnak ilyen aprólékos, szép szövést készíteni itthon is. A Zoli barátom is hozott ilyen kokatáskát és meg egy komplet viseletet, és a Népművészeti Múzeumban bevitték, meg az Iparművészetibe is vizsgálták, és nem jöttek rá a technológiájára, hogy hogyan szövik. Érdekes ezek a viseletük. Ez a fejfedő, ezt Monterának hívják, és alatta van egy ilyen gyöngyből hímzett kis sapka, amit ez kifejezetten nők hordanak, és egészen rá van így húzva a szemükre, és akkor egy nagyon hosszú, egybe részes, tök fekete ruha van rajtuk. Hátukon van egy hosszú manta, szintén egy ilyen nagyon érdekes tupúval összetűzve, egy csumpi vagy facsalina, különböző tájegységenként a deréköv, és akkor van egy ami hátulról még a derekukra van rakva, egy ilyen derék manta, ami szintén a viseleti öltözet, és ezen is lehet látni, hogy mennyire aprólékos. És nagyon érdekes, hogy amikor 2008-ban, amikor Ecuadorban jártam, voltam a Salasaca indiánoknál, ott például ők egy ilyen ritka fehér holó, hát volt időszak, amikor majdnem, hogy teljesen eltűnt ez a közösség. Ők azért rénak az egész Ecuador közösségből, ugyanis a Salasaca indiánok valamikor Bolíviának ezen a tájegységén élhettek, csak az inkák telepítették át Ecuadornak ennek a részére. És a szőtteseikben nagyon-nagyon föllelhetők ezek a motivumok, illetve a zenéjükben is nagyon föllelhetők azok a motivumok, amit a Tarabucók is a környékén vannak. Ugye nálunk surc volt, elől hordták ezeket a kötényeket, és akkor náluk miért hátul van ilyen? Mert ennek nem volt igazándiból, ennek díszítő. Uh-huh. A manták,
nekem azért volt hátul, mert ugye sokszor gyereket is raktak bele, edényeket meg hordtak. Tehát egy ilyen csomaghordásra is használták. Tehát a súlyzót meg előre kötötték fel, és néha volt. De a Matyó súlyzva nem csináltak ilyet, mert Matyó azért büszkébb volt attól, hogy tehát sokszor meg kifordítva hordta, hogy nehogy piszkódjon. De ugye említettem, hogy azért vannak olyan területek, hogy a Jámpár az azért egy magasabb fekvő terület, a tarabukóknak ez a hát ilyen nagyon nagy pontcsóba járnak. Ők azért jóval alacsonyabbak, tehát ez nekik térközépig ér, tehát ilyen kis alacsony emberekről van szó. Ennek a két viseletnek egyébként az a nagyon szép történet, amikor kimentünk ide Tarabukóba egy csütörtöki nagypiaci napra, akkor hát járkáltunk körbe, és én megláttam ezt a viseletet. És egy idős néni árult, aki még annyit se tudott spanyolul, mint én. És próbáltunk alkudni, és hát ő egy nagyon-nagyon magas árat mondott, én is mondtam árakat, és aztán volt egy határon, én megálltam. Mondtam, hogy kettőért kompletten ennyit adok, és hát bólogatott, hogy nem, és jó, akkor elmegyek. És pár perc múlva szaladt utánam a nénike, és megfogta kezemet, hogy jöjjek vissza, üljek be a sátorba, mert volt mellett egy fiatal hölgy, aki elmagyarázta neki, hogy hát én annyit kínáltam neki, ami neki lehet, hogy egy havi bevétele. És bejöttünk, megalkottunk, senkit nem engedtek oda a sátorhoz, és megalkottunk, meg is ittuk rá egy jó kis áldomást, a szivapálinkát, úgyhogy így sikerült beszerezni a szeget, és a férfiaknál is van egy hasonló, de nem annyira díszes ilyen felsapka, és így meg lehet látni oldalról, egy nagyon érdekes montérájuk van, egyébként nők is szoktak ilyet is hordani, de főként az érdekes, mert az az ősibb. Ez a fajta montéra a hurító konkvisztátoroknak a sisakjára hasonlít. Lesz egyébként még egy hasonló itt, egy másik területről. Ugye így örökítik vissza ezt az egész dolgot, és ha felveszik, rárakják erre, és akkor ünnepeken ez nagyon fel van díszítve, ilyen papír rózsáktól kezdve sok mindennel. Van egy kis picike poncsó, minden esetben úgy veszik fel, hogy van a fehér nadrág, hátul van egy fenék poncsónak is nevezik, és ővel rögzítik föl, bele egy tök egyszerű fekete vászoning, egy kis poncsó, és akkor a nyakba a kokatáska, amiben a kokalevelet szokták tárolni, és akkor még fölveszik a nagy poncsót ünnepekkor, a poncsó az nincs, és akkor ebben, és akkor még, ami nekem nincs, az Oli barátomnak megvan, ehhez ilyen nagyon vastag, kb. 7-8 centi vastag, és óriási nagy fa papucs van, ami egy óriási nagy, hát ilyen csörgők vannak, rá sarkantyúnak is lehet nevezni. Van, és ahogy táncolnak, az folyamatosan csörög, és akkor el lehet képzelni, amikor egy ilyen tárkás furujákkal, vagy óriási ilyen nagy moszényú furujákkal, mert a moszényú furuja, amit szintén sajnos nem sikerült beszerezem, de egy, úgy néz ki hasonlóan, mint egy nagy fagott az európai kultúrában. Mennek, táncolnak és közben ugrálnak, óriási nagy hangzavaros kavalkár van belőle, hihetetlen hangzás, és akkor az a könnyebbik viselet van rajtuk. Innen tovább jövünk magába Potosi megyén belül Potosi városába. Egyébként a Tomás Frias tartományhoz tartozik. Ez azért kedves számomra, mert annak a bácsikának és a feleségének a viselete is látható itt, akik például a csarángot készítette, a Don Bonifaz. Tulajdonképpen amikor 2001-ben elindultunk, június 17-én indultam innen Magyarországról, és 23-án értem oda Potosiba. Tehát ez egy folyamatos utazás volt. Volt, hogy egy-egy éjszakát megszálltunk, sőt, amikor Potosi városába értünk, akkor a buszon aludtunk, mert megállt a város határába, és ránk zárta a buszt, a sofőr, lement volna a szállás, mi még ott aludtunk reggel, és reggel nyitottak ki ránk az ajtót, és mentünk be, és a legelső dolgunk az volt, hogy kapcsolatokat teremtsünk, és bementünk egy kis boltba, és itt megint csak a szerencse diktál, pontosan a Don Bonifázhoz mentünk be. És mondta azt, hogy hát őnek is vannak hangszerei, nagyon szívesen megmutogat mindent, és menjünk el hozzá. Ő hangszerkészítő, úgyhogy sikerült felvennem hangszerkészítés közben is, hogy hogyan készíti a csarángókat. És
annyira jó barátságba kerültünk rövid időn belül, hogy meghívott a San Juan ünnep, a fogáta ünnep, ez tulajdonképpen tűzgyújtásos ünnep. Ahogy a Schiller Katalin is elmondta, hogy ez kötődik az ősi Inti Raymi ünnepekhez, ami egy jóval nagyobb, óriási tömegeket megmozgató ünnepekről beszélünk. Itt inkább ez zárt családi közösségeken belül zajlik. Ugyanúgy gyújtanak egyébként a település főterén is ilyen tűzcsomókat, de a családok többsége ugye zárt közösségen belül összeülnek, bent összeszedik a úgymond régi dolgokat, elégetik a régi dolgokat, úgymond elégetik a múltat, és akkor másnap jött egy szebb jövőt hozó holnap. És közben aztán iszonyú mennyiségű ételt, italt szolgálnak fel, eszünk, iszunk, zenélünk, mulatunk, és ugye már én annak idején, amikor én kimentem Bolíviába, nekünk a zenekarunknak volt a repertoárunkon erre a vidékre valósi dalaink. És akkor én elkezdtem énekelni az öregnek, és akkor elkezdte játszani például az a timple nevezetű hangszeren, és meglepődtek. És ugye aztán így megkaptam tőle a timplét is, meg ugye hozzá két hangszert, és amikor pár nap után, amikor elköszöntünk, akkor mondtam, hogy hát ugye szeretnék még viseletet szerezni, és akkor azt mondta a feleségem szólt, hogy hozd le a miénket. És lehozta ez Don Bonifácnak a saját viselete, és ez a másik, ez pedig a feleségének az ünnep, úgymond az ünnepi viselete. Én meg cserébe, hogy azért ne legyen olyan dolog, én odaadtam egy kis hátizsákot, érte odaadtam egy hálózsákot, egy extrém hálózsákot, odaadtam különböző ruhákat, pólókat, pulcsikat, egy csomó mindent, amire egyébként még aztán később kiderült, mert Bolíviából még mentünk vissza Perúba, még borzasztóan nagy szükségem lett volna, hát de mindegy, itt az eredménye, és az a manta még hozzátartozik ez a viselethez, ez is egy hátsó, abba csomagoltak, tehát úgy hordták a hátukon. Ugye ez is egy vastagabb öltözet, mert ez 4100 méter magasan van Potosí, és hát a világ legmagasabban fekvő városára beszélünk. Úgyhogy nappal 22-24 fok, éjszaka mínusz 12-ről beszélünk, tehát hihetetlen éghajlati változások. És itt van ez a másik fajta sisak, ez is a Don Bonifácé. Az ő tájegységüknek a ünnep a Tinku ünnepe, ami egy nagyon ősi ünnep, ami szintén véráldozattal, emberáldozattal is járt régebben. Most már inkább csak véráldozat, tehát nagyon kemény verekedésben megy át az egész dolog, és ez tehén bőrből készült sisak, azért, hogy hát ne történjen komolyabb sérülés, és hát sikerült erre is szerteni, még ezt is nekem adta az öreg, azóta ugye a kalapját is, úgyhogy amikor jöttem be a határon, a zöld határon, ez volt a fejem, mert hát meg is döbbentek a határőrök, hogy ez az őrült ember honnan jön, és rögtön oda is hívtak, és mondták, hogy a Bolíviából, hát akkor pakoljon már ki, legyen szíves. Aztán, hát egy csodavilág a Perú, tehát az inka kultúra, akkor mindenki ugye Perút veszi főként, és hát egy iszonyúan színes, főként Cusco megye. Nekem a legfőbb kutatási területem az Cusco megye volt. Maga megye az egy ilyen 81.100 négyzetkilométerről beszélünk, majdnem akkor Magyarország 13-14 tartománnyal, én ebből 7-et vagy 8-at jártam végig, és kutatunk, és hát ezeknek a népviseleteiből vannak itt különböző viseletek, vannak sapkák, szűttes sapkák, Cusco megyei Paucartambo és környékéről, ezek inkább már közelít a Kero indiánokhoz, a viseletéhez. A Kero indiánokról annyit, nagyon röviden, hogy ők az egyeniságú leszármazottjai mai napig is az inkáknak. És még mai napig is élnek, és egy nagyon zárt közösségről beszélünk, nagyon sok sámán van közöttük. És azt is büszkén mondhatom, hogy nekem volt, ebben is volt szerencsém. És nem is kell mondani, hogy kicsoda, ők nem is büszkékednek azzal, hogy kik ők. Egyszer az ember leül velük szembe, és tudja, hogy több-kettőni ez az ember. A tekintetéből is mindenből lehet látni különböző sapkákat. Ők úgy hívják, hogy Chuyo a sapkát, a Quechua néven. Ez Canastartományból, Cseka kerületéből, szintén Canastartományból, Yanaoka. Itt nem sok különbség van két sapka között, a felső dísz különbözteti meg őket, ez pedig Pampamarca kerületéből vannak. Ezek úgy nagy általánosságból hordják ezeket a melléket Csalékúnak a spanyol nevén. Ez egy Kálka tartomány Urubamba és Cusco megye határon. Nekünk volt is ilyen tánc, kálkai táncunk.
annak idején a férfi mellény. És akkor itt vannak a csumpik, az övek. Itt tipikusan így nevetik Peruba a deréköveket, a csumpik. Ez káncsisztán, tehát tintáról való kokatáskák. Ezek mind vezetői kokatáskák voltak, ugyanis ilyen nagyon hosszú rojtjaik voltak. Ezeket polgármesterek, előjárók hordták, meg hordják mai napig is. És akkor különböző csumpi különböző területekre Cusco megyéből a deréköfként. És akkor itt van két Kero poncsó. Ez Paucartambóból van. Ő volt az első poncsom, 2000-ben szereztem. Ez Cusco városában, akkoriban még volt piac bent a belvárosban, az árkádok alatt. Négy piac volt reggeles, délelőttös, délutános, reggeles, délelőttös, délutános és éjszakás. És én az éjszakaira szerettem kijárni, mert akkor jöttek be a hegyi indiának és árulták a portikát korra reggelig. És egy idős bácsikával összeismerkedtem, és mondtam, hogy szeretnék poncsót. És hát voltak nála is már akkor is mindenféle turista dolgok, és mondtam, hogy hát én nem ilyet szeretnék, én valami szebbet szeretnék, és azt mondta, hogy látom, hogy nagyon szeretnéd, ez ő rajta volt. És így fogta, hogy levette, és azt mondta, hogy tessék, itt van cserébe, én azért vásároltam tőle még pár dolgot, annyit csinált, hogy egy kicsit megvágta, visszaöltötte, hogy rám is látta, hogy ez volt az első poncsom, ezt már a második utamon vettem, ezt a Kero poncsót. Aztán, hogy a gyerekviselet is be legyen, illetve ugyanúgy ő, a kerók igazándiból, erről lehet megismerni az igazi kerókat, hogy ilyen nagyon vastag, színes, pompomos díszítésű viseleteik vannak, és így, ugye itt van a Usuta nevezett dolog, a tehén, valamint a autógumiból készült szandálok. És azt mondtam, erre mondtam, hogy ez már az újkor tükrözi, tehát amikor, amit már el lehet adni, de neki a kisfiamnak hazahoztam, hogy legyen egy ilyenje is. És hát ugye itt van a már említett csúcsú indiánoknak az öltözete, arapapagáj tollakból. Tehát ez a vidék az Andokon ugye nem élnek arapapagájok, hanem a dzsungel indiánok viszik be a vásárokba. Napokat gyalogolnak, hogy a vásárba bevigyék a portékáikat, és akkor visznek, hozzák be arapapagájuknak a tollait is, és díszítik, díszítésre is használják az egészet. A csillag, amit úgy hívnak, hogy kujúr, tehát az ott vannak a viseleteiken, a díszítéseken, ez mutatja Isten, hogy a medvembernek a ruháján is ugyanígy lehet látni ezeket. Ehhez még tartozott egy, amit én nem tudtam elhozni, ők csontafából, ez egy fekete színű, nagyon kemény, majdnem ilyen vas keménységű fa, de nehéz is lándzsa tartozik hozzá, mert az ősi mitológia szerint ő egy nagyon gőgös közösség voltak, és hát a napisten megbüntette őket, és olyan melegséget árasztott rájuk, hogy kénytelenek voltak elbújni a dzsungelba, és azért érnek vissza mindig a kujuriti ünnepére, hogy fejet hajtsanak a napisten dicsőség előtt, és a táncékat bemutatják. És amit ilyen kis ántarákon játszanak közben, fújják a saját dallamaikat, és érdekes. Egyébként a táncaikat is ugyanúgy felvettem, és nekünk repertoárról rajta van ugyanúgy Akkor itt vannak ezek is egy nagyon-nagyon régi poncsok, Ollaytaytambo nevezett településére, Urubamba tartományból. Ősi motivumok, a puma, a kondorkesejű. Itt már bele van szívva a konkvisztátor, tehát a hódító istenek, a kolibrik, mind bele vannak szívva puma fejektől kezdve. És ezek a nagyon érdekes fejfedők, ezeket is Montéráknak, Kero indiánnak, Okongatéba tettem rá szert. Sokszor ilyen nagyon sok, meg ettől sokkal több gyöngypántot is övezi őket, úgyhogy amikor nagyon gazdag, nagyon sok. Hát ez már a jó élet is tükrözi egyébként. És ezekben is vannak nagyon sokféle mintázatú, és arról tulajdonképpen meg lehet különböztetni, hogy melyik fontból jön. Ez a része ez, ahogy ott a
sapkáknál is volt, hogy Cusco megye Canas tartományból, ez Yanaucába valósi női viselet. Ez a érdekes, ez úgy hívják, hogy onda, ez egy táncos ostor, a szivárvány színei, ugye az inkáknak a szivárvány az egy nagyon fontos szimbólum volt, és tánc közben, udvarlás közben is használják, ezeket időnként oda csapnak a fiúknak egy kis piszkálódása, másképp udvaroltak, és ezek is montérák. Ezek is montérák, az aranyszegélyezeteket kifejezetten csak nők hordták, az ezüst szegélyezeteket pedig kifejezetten csak férfiak hordták, és akkor nekik is van egy kis picike mánta, ilyen dísz, tehát amit a kabátra vettek hátulról föl. És akkor itt van a ominózus medveember ruha, amit én kaptam megbecsülésük jeleképpen. A piros feszület az a keresztény vallás szimbolizálja. A maszk azért szükséges, és ők fejhangon beszélnek, ugyanis azt tartja az ősi vallásuk, hogy egyszer valamikor majd itt ezen a Kujuriti ünnepén fogja megmutatni magát, újból megjelenni az inka, és akkor egy olyan elsöprő forradalmat hoz létre, ami elsöpri a hódítók erejét, és visszaállítja tulajdonképpen az ősi birodalmat, az ősi szokásokat, és hogy ne ismerjék meg őket, ezért van rajtuk maszk, és ezért beszélnek fejhangon kecsúval, hogy ne ismerjék meg szintén őket. Hozzájuk tartozik, minden medvembernek van egy táncos ostorja, az nyers bőrből készül. Én ilyen réznyelű ostort kaptam, illetve itt van egy ilyen tök termés nevezető, egy fán terem, ezt ők csak potítónak, fütyülőnek használják. Van egy másik, egy hagyományos fütyütő is mellette, de amikor legtöbbször ezt fújkálják, vagy amikor minket befogadtak, és meg volt a befogadás, akkor nekünk ezt fújkálták. Ezen adtak ilyen nagyon misztikus hangot ad ki. Mellette a feszület szintén az ősi, tehát valamint a keresztény vallása utal, és akkor van egy ilyen alpakából készült gyapjú, a medve embereknek meg szintén szimbólum, ezt felszokták dobni néha a fejre, ez egyébként melegít is, és ugye itt van rajta a maga csillag, tehát a Kujur. Tehát a díszítésként, hogy a csillag urának tisztelegjenek. Ez alá is azért csak alá, hogy ezek vastagon, mert ez az ünnep 3 napig tart fent, a 3. nap jövünk vissza. Ez 2 éjszaka, mínusz 12 fokba. És ez szabad ég alatt. Ezt így kell elképzelni, hogy hát az ember turistáskodni vagy felolra, azért elárulom, hogy itt azért sokszor olyan kilométereket tettünk meg, és itt amikor hazajöttem, 13-14 kilóval kevesebben jöttem haza. Sokszor bolhától nagyon marva, fertőzött bolháktól. Tehát azért nem egy egyszerű utak voltak, de én gondolom megérte. Ha eljönök, a látogató itt mellette gyönyörűen le van írva, hogy mi micsoda rajta. Tehát a vakolyó, a fekete alpaka gyapjúból készült masz. A umakár az alpaka szőr. Umakala neve ennek a barna szörnek. Korivaka arany hullám, a keresztet jelenti, a pututú, potító, tehát a fütyülők. És még sokszor még csengő is volt rajtuk, tehát lógott egy csengő itt a nyakukba, azok a rossz szellemeknek az elülítésére. Tehát amikor például a kamionon ültünk és mentünk a 12 órás kamionozáson, a medve emberek, ők a kamionnak a plató élén ültek nyereg ülésbe végig, és középen volt egy bambusz rúr, ők abba átkötötték ezt a ostort, hogy ne essenek le, és folyamatosan fütyültek. Egyrészt saját magukat tartották ébren, a másik az, hogy rossz elemeket tartották tőlünk távol. Tehát, és akárhányszor mondjuk beértünk egy településre, akkor folyamatos fütyülés volt. Tehát már a településen üdvözölték mindig az arándokokat, és ezzel fütyültek nekik. Tehát itt szépen el tudják olvasni. A legszínesebb, tulajdonképpen, és egyik legérdekesebb viselet a Perúból, ez szintén Canchis tartomány Tinta településéről. Sapkák is, montéra, csalékú, férfi csalékú, hogy nagyon-nagyon gazdagan díszített a női szoknya, a női kabátok, a csumpival. Ugyanúgy ott van az onda táncos ostoruk,
A férfiaknak kétféle öltözetük volt, valamikor egy díszített hímzett kabátot vettek a csalékóra, de ugyanott ott volt a kokatáska, a sapkájuk. A sapkájukra még tartozott egy kör alakú, hát azt nem sikerült sajnos beszereznem, egy kör alakú montéra. Egy nagyon érdekes, egy sárga színű montéra, egy fekete, azt nem sikerült beszerezni. Vagy egyszerűen egy poncsót vettek föl, és azt így visszahajtották is. És ugye akkor a sapka tartozott még mellette, két darab sapka. És akkor aztán ezek már a 2008-as utamból származnak, a ekvádori viseletek, ők a puruha indiánok. Ez egy közép-ekvádor Chimborazo tartományú Guamote településéről származnak. Mai napig is. Azért hál' Istennek, tehát ahogy mondtam, hogy ez egy picit felhígultak a dolgok, hogy 2000-ben mindenkit ilyenben láttam. Azért hál' Istennek még mindig vannak, és még mindig vannak nagyon szép viseletkészítők, és én nagyon, nagyon hepciás voltam erre, amikor megpróbálták rám sózni az egyszerűt, és sokszor vitatkoztam velük, hogy hát azért ez nem így van, mert ez nem is ide való viselet, ez nem is ilyen a hímzés, és akkor csodálkoztak, hogy de honnan tudja egy gringó. És mondtam, hogy na, azt adjátok, azt, mert az az igazi. Két sikerült tényleg most komplet viseleteket beszerezem a férfi nőiről, tipikusan Guamotait, hogy érdekes a fejfedőjük. És olyan érdekes, hogy Ecuadorban szinte minden területen kalapot hordanak a nők, különbözőféle kalapot. Egyedül majd ott lehet látni Észak-Ecuadorban, ahol fejkendőt az otavaloknál, de az otavaloknak is van egy közösségük, a szuliták, akik szintén szintén kalapot hordanak, de ez csak egy ritkaság. Átjövünk itten, hát ez már Közép-Ecuadorban, a Chiboero indiánokhoz. Hogy itt is vannak, minden nőnek ott vannak a nyakában ezek a gyönyörű, szép korálból készült nyakláncok, illetve ezek pedig ilyen karláncok, amik a karjaikra vannak rakva, és ilyen nagyon egyszerű kis szandálokat hordanak. Régen egyik mint ezeket alpargatásnak hívják, aminek az a szabad fordítás, hogy spárgacipő. De majd látjuk az otavalóknál, hogy ott még az eredeti spárgacipőt sikerült beszerezni. És itt egy nagyon egyszerű, mivel viszonylag alacsony területről származnak, alacsony, de 2000 méterről beszélünk még mindig, 2000 fölöttiről, és kisebb, egy nagyon durva szövési poncsó a férfiaknak, fehér nadrág, fehér ink hozzá. És itt annyiba különböztető meg, hogy a férfiak például ilyen piros színű borítású álpárgátást hordanak. És ez már, hát Ecuadorban az egyik kedvenc területen volt a Pansalo indiánok, itt három faluba fordultam meg. Sakisiri, Puhili és Kilotoa település, és igyekeztem a női, férfi és gyerekviseletet. Ez például a közöpső, ez egy gyerekviselet. Ugyanúgy kalapot hordanak a gyerekek is, ugyanúgy nők is, másért is annyi van, még hogy általában ilyen pávatollat szoktak mellé tűzni még díszítésnek, és egy nagyon szép ilyen rakott szoknyát hordanak a nők. Férfiaknak is egy ilyen szép poncsoly. Itt már ugye nem fekete a női viselet, hogyha jól látom, hogy korábbiakban Bolíviában. Igen, hát Bolíviában igen. Itt azért már színesen, mint ahogy Perúban is, azért itt nagyon színes. Azért ott Cuscóban is voltak például az említett Cseka-Kupai közösség, akik koponyában meg lábszárcsoltak, meg kezdőbe táncoltak, őnekik is korom fekete viseletük volt. Minden hímzés nélkül. És akkor ugye elérkeztünk Észak-Ecuador. Hogy említettem, az otavaló indiánok voltak azok, akik legelőször átjöttek a tengeren túlra. Itt lehet látni az igazi alpargatást, hogy ez még spárgából van szőve. Úgy van csinálva. Tehát ezért kapta, erről kapta a nevét az alpargatást. Ilyen volt. Csak ma ott megkönnyítették a saját dolgukat, és ott valahogy ők még azért sokkal jobban ragaszkodtak a tradíciókhoz, meg ragaszkodnak még a mai napig is. Úgyhogy a férfiaknak egy fehér borítás, a nőknek pedig egy ilyen fekete, picit hímzes borítás. És itt lehet látni, hogy ugye fejkendő van az asszonyokon. Itt a falusiakat úgy lehetett megkülönböztetni, hogy az asszonyok teljesen másképp kötötték a fejkendőket.
Ez, ahogy most fel van kötve, ez a tipikus otavaló, de Csekakupi, Pegucsibe, már teljesen más kötötték, mint San Pablo-ba vagy San Rafael-ba. Bejött valaki, és ránéztek a fejekre, akkor tudták, hogy az melyik faluba valósi. Ez nagyon érdekes, ez a poncsó, ezt is ugye sokan... Hát már a hódítás után jött igazándiból ebbe ez a két ütés, ez a skót kockás, de ez is egy olyan érdekes technológia, hogy úgy szőtték ezt a poncsót, hogy belül ilyen kockás, és kívül pedig egy ilyen indigókék. A otavalóknak ez volt a színe, az indigókék, egyrészt a gyász színe is, mert ugye annak idején Atahualpát, az utolsó inka vezért gyászolták meg ezzel, hogy ugye elfogták és megölték a konkvisztádorok, és ezért is van maradt meg az indigókék szín. Illetve még van, ez egy módosabb, jobb módú embernek a poncsója, mert ez ilyen szürkés, kockás. Az egyszerűbb, szegényebb családok barna színűt hordtak. Tehát ezt is, hogyha kifordítottak, vagy felfordították, akkor tudták, hogy azért ez egy társadalmilag is egy picit alacsonyabb szinten van. A kalapok, itt facsalinának hívták a deréköveket, volt, amikor, itt most kettőt raktunk rá, de volt, amikor sokkal-sokkal többet tekertek magukra a lányok, asszonyok. Ezek a vízről tekerve, ez a hajukba volt például. És valami, nem tudom, hogy valaki van, de őnek is volt a karjaikon gyönyörű szép korával készült gyöngyök, amik díszítették a nőket. Természetesen az ünnepre még díszesebben fel tudtak költözni. Úgyhogy hát ezt tudtuk mink, ezt tudjuk adni. Én nagyon bízom benne, hogy a 15 év Csipkerózsika álmából lett felébresztve a múzeum, a kiállítás, a Korpás Karcsinak a felötléséből, és köszönet ezért neki. Nagyon remélem, hogy itt sikerült Csiger úrral is, itt volt a kiállítás megnyitva, hogy tudja tolmácsolni az önkormányzat felé, hogy ez kár dobozba, kár a szekrények aljába visszapakolnunk újabb 15 esztendőre. Én ezt soha nem kértem, én ezért úgy nem is kértünk úgy pénzt, hanem ez a közjavára, lássák az emberek. Én úgy gondolom, hogy tehát a Matyó kultúra egy iszonyú gazdag és egy iszonyú híres a világszinten is, és én magam is Matyó ember vagyok, és büszke vagyok rá, mert a másik oldalon magyar kultúrát ápolgatja. De azt gondolom, hogy annak idején, amikor 2009-ben megnyitottuk galériát, én azt gondoltam, hogy ez már egy végleges lesz, és hogy leszik, akkor is azt mondtam, hogy ez Mezőkövesnek a kulturális palettáját színesíti. És hogy most voltam oda át reggel a Matyó Múzeumban, és ott is beszélgettük, hogy egy milyen szép háromszöget írhattunk volna le, hogy van itt a Matyó Múzeum, ott van a Takács István kiállítás, és itt a Műfázban meg itt lett volna az Andok Népművészeti Galéria, egy gyönyörű kulturális háromszög, 100 méteren belül. Én úgy gondolom, hogy nagyon kevés város mondhatná ezt magáról, hogy ilyen értékekkel rendelkezik. El is mondtam, hogy ez kár. De viszont azt látom, és hogyha csak úgy túllépünk Mezőkövest határain, hogy minden olyan barátom, mert ezáltal nekem nagyon sok olyan barátom lett, akik jártak valahol a világba, valami kultúrába, és gyűjtéseket végeztek, mindnyájan le vagyunk dobozolva. Hogy valamiért, nem tudom miért, nem kell, vagy a csüle se tudja, hogy lehetne ezt mondani. Én nagyon bízom benne, hogy nyitott fülekre fogunk találni, és helyszíneket fogunk kapni azért, hogy bárki bármiért ezeket, mert ezek értékek. Nem magunknak gyűjtöttük már, mert nekem ott volt, tehát ahogy most én elmeséltem, nekem az emlékek itt fognak maradni örök életre, amíg a teremtő magukhoz nem szólít, de ezeket az embereknek látni kell. Lássák azt, hogy ilyen is van a világban. Na, nekem megadatott, és remélem, hogy még meg fog adatni, hogy még legalább egyszer kimenjek, hogy ott jártam közöttük. Együtt ettem, együtt ittam, együtt aludtam, együtt utaztam, együtt zenéltünk, együtt mulattunk, sokszor voltam, amikor együtt sírtunk ezekkel az emberekkel. Ez az enyém, ez a személyes emlék. De amiket elhoztam tőlük, ezáltal be tudom mutatni valamilyen szinten az életüket. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez most megmozdít valamit. Nagyon bízom benne, hogy az iskolák is eljönnek, és mutassuk meg a gyerekeknek. Ne csak ezt nyomkodjuk, ezt felejtsük el. Itt most kézzelfogható távolságban vannak ezek a dolgok, amiről legfeljebb interneten tudnak utána nézni. Itt most megláthatják, oda mehetnek. Ha gondolják eljövő, nagyon szívesen ugyanígy elmesélek mindent.
megtapogathatják közelről, tényleg kézközebbből láthatnak mindent. Egy kicsit áldozunk erre is, én azt gondolom. Várunk mindenkit szeretettel. Ilyen tárlatvezetésekre mikor lesz lehetőség? Ugye április végéig tart, majd nyitva a kiállítás április, lesz, április, ilyen előre tervezett. Április 29-ig lesz nyitva a tárlat, és azt hiszem, hogy március 20 és április 23. Így, azt hiszem, így jelöltük ki, ezt majd most le fogjuk fixálni a közösségi házzal. De természetesen, hogyha egy csoport bejelentkezik, és azt mondja, hogy csak szombaton tudna eljönni, akkor megoldjuk mindenképp, hogy kinyissuk, és akkor egy tárlatvezetéssel fogunk egy picivel gazdagabban. Március 23 és április 20. Akkor igen, március 23 és április 20. De majd figyeljék az én Facebookos oldalamat is, meg a páromit is, mert mi frissiben mindig frissíteni fogjuk, és közé fogjuk tenni, hogy mikor. És hogyha bejelentkezik egy csoport, és akkor tudom, hogy lesz csoport, akkor legfőbb azt mondjuk, most nyitva leszünk, vagy valami. Jöjjenek, nézzék meg. Még kérdés, ugye már elhangzott, de ugye akkor szeretne még visszamenni. Ugyanezekre a helyekre, vagy vannak még a kimaradt úti célok, amik akkor terve voltak, de nem jöttek össze? Van egy kifejezett hely, ahol szeretnék visszamenni. Pénzkérdése. Nagyon szeretném, hát én most már csak a családommal. Tehát ők kimaradtak sajnos minden egyes útból. Vannak frekventált helyek, ahol szeretnék. Ezt az utat nem lehet egy út alatt. Itt azért iszonyú nagy területekről beszélünk. Tehát azt nézzük, hogy Ecuador háromszor nagyobb, mint Magyarország. Peru 14-szer, Bolívia 12-szer nagyobb, mint Magyarország. Tehát itt hosszú hónapok kellenének ahhoz, hogy végigjárjuk. Annak nincs értelme, hogy csak felugrunk, és mint ahogy nagyon sok turista csinálja, hogy hát oda rohannak légkondicionált buszra, leugranak róla, lefényképezik, felugranak rá, mennek tovább, és otthon elbüszkélkednek, hogy lám, itt is voltunk, semmit nem láttak ebből. Lehet fényképeken bemutogatni, ezt soha nem fogják látni, amit én most itt bemutattam. Persze szeretnék a falunkba visszatérni, hogy kik élnek barátok, Észak-Ecuadorba is, vagy Közép-Ecuadorba is, vagy Bolíviába esetleg, hogyha ugye éle még az öreg, vagy a fia tovább vitte esetleg ezt a hangszerkészítés, ezeket jók lenne. Ma úgy tudom, hogy az internet által tudom velük a kapcsolatot tartani, ha szükséges. Itt azt beszélgettük itt éppen a kiállítás megnyitom, hogyha valaki ilyen 5-600 ezer fontot lerakna, mondjuk ami a úti költségeket fedezni, én szerintem egy héten belül a csicsát már kint ihatnánk, mert az internet által azért most sokkal könnyebb volna már leszervezni az utat, mint akkor annól az első utamat, amit 365 napig szerveztem. Most szerintem egy hét kérdése, és le lenne szervezve út, és akkor lehetne menni. Hát meg ki kéne választani, melyik ujjamat harapja meg, hogy hova menjünk. Nem mondok inkább semmit, az ember visszavágyik. Az lett volna, hogy ugyanilyen utat lehet-e még csinálni a mai körülmények között? Ma ugye internet van, nem tudom, hogy ott a bizalom megvan-e, befogadás, vagy megváltoztatott hát is az emberek? Nekünk marha könnyű dolgunk van, mert biztos vagyok benne, hogy tárkarokkal fogadnának. Biztos, hogy sok mindent ugyanazt már nem látnánk. Iszonyú nagy az asszimiláció. Sok minden biztos, hogy elhintettek az emberek előbb, mint mézes madzagot, és sok mindennel már szakítottak. De biztos, hogy még lehetne találni. Itt, és főként még azért az ünnepek. Tehát itt, hogyha visszamennénk, és akkor főként valami ünnepre. Tehát abban 100%-osan biztos vagyok, hogy az ünnepek lényegéből abból nem engedtek lentebb. Tehát ahogy az a néző... Figyelemmel kísérem a Kujuriti úr ünnepét is évről évre, meg küldenek fényképeket is, sokkal több turista jelent meg. Annak idején, amikor minkint voltunk, nem voltak kandelláberek, világító kandelláberek, most vannak. Földúton lehet még mindig fölmenni, de már világítottak vannak. Vagy hogy a falunkban egy, hát nem azt mondom, hogy halálút, de azért az embernek azért néha haja égnek áll, hogy milyen utakon lehet oda eljutni. És azt szoktam mondani, hogy mindaddig, amíg nem műút visz a falunkba, addig kevésbé van veszélybe a falu ezektől. De már akkor is meg volt Coca-Cola feliratok, ez egy csomó minden, de milyen is ezek megjelennek, hogy Ecuadorban
visszamentem 8 év után, és már műúton mentem föl abba a faluba, ahol azért csak földúton kukoricás táblák között mentem föl, és teljes döbbenet, hogy a hegyoldalba nem is tudom, a spanyol telefonika cégnek a irodája volt, meg internetes kávézó volt, meg egy banknak az épülete volt. Döbbenet, hogy micsoda változáson mentek keresztül. Ehhez képest ugye 16 év eltelt, biztos vagyok benne, hogy sok iszonyú változásokon mentek keresztül, sokszor emberi agyba is, gondolkodásba is, de én úgy gondolom, hogy még lehetne találni. Feleségemmel beszélgettük minap erre, hogy azért a Keru indiánok, például ott Perúban még ők azért nagyon erősen tartják magukat. Nagyon nehéz dolguk van, mert sokkal nehezebben ez oldal. Ugye hát a fényes csillogó dolgokat elhúzzák, azt mint az emberek, a szarkák lecsapnak rá a könnyebb élet reményében. Semmivel nem lesz jobb, sőpő rosszabb, mert olyan dolgokat dobnak el maguktól. De szerintem ezek még meg lehetne találni, csak már magasabbra kell menni, mélyebbre kell még menni. De a bizalom az biztos, hogy azt nem tudom, hogy hogyan kellene velük viselkedni, ugyanúgy, ahogy ők. Tehát azt hoznám, amit akkor nincsen probléma. Jó szív a pálinka, egy kis nyelvtudás, egy kis ének, egy kis hangszer használat, szabad az út.